Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Green Cat is Do It Yourself, és ma egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni. Tudjuk azt, hogy a közönségben és akik néznek minket, azok között nagyon sok kezdő barkácsoló van. Azt is tudjuk, hogy olyanok is vannak, akik még csak barátkoznak a barkácsolással, vagy esetleg otthon egy-két dolgot szeretnének megcsinálni. És régóta gondolkozunk azon, hogy csinálni kellene egy szerszám csomagot, amivel tudunk segíteni nektek abban, hogy otthon ezekre a munkákra kézzel fogható egész csomagotok legyen, és gyakorlatilag csak azt megrendelitek, vagy megveszitek, és azzal már meg tudtok otthon mindent csinálni. Na most összeállítottunk egy ilyet, először is női kivitelben, ugye így a nőnap alkalmából. Igen, hát mivel nőnap van, úgy gondoltuk, hogy virágot és minden egyebet már nagyon sok nő kapott, na de ilyesmit. Úgyhogy lejárt a ridikülök, és kis táskák kora, íme... Ami nem teljesen egyébként, tehát valljuk be. Íme a ridikülbe csomagolt fúrósz, és mindenféle csavarbehajtó, kihajtó készlet. Így van, gyakorlatilag ezzel a szettel otthon, a ház körül mindent meg tudunk csinálni, nem? Mondhatjuk, hogy egy hölgynek azt hiszem minden igényét megoldja ez a készlet, úgyhogy nézzünk is bele, hogy mit találunk ebben a szerszámkészletben. Hát elsőként van nekünk egy kis táskánk. Igen. Amelyben különböző kis kézi szerszámok találhatók, és akkor ezt mindjárt ki is bontjuk itt. Jó. Bár engem ez érdekel a fúró leginkább. Hát azt a végére hagyjuk, hogy ne hadsigázzuk a nézőket. Igen. Nos, hát íme ez a kis készletecske, amelyben hölgyekhez illően minden rózsaszín, és különböző ilyen apró szerszámok találtok benne. Én, ahogy látom, kerékpárszereléshez, otthoni bútorok összeszereléséhez, kisebb, nagyobb dolgok összerakásához minden itt található. Én azt gondolom, hogy a villanyszereléstől, tehát ugye a fázis ceruzával, ahogy elindulunk, abszolút, ugye? A villanyszereléstől ugye blankolni is tudunk, mert hát van snitszerünk is, ahogy szoktunk, ugye? Illetve a bicikli szerelés, ahogy mondtad, tehát ugye különböző dugókulcsok, ugye PZ-fejek, krova. Igen, van nagyon univerzális csavarhúzó benne, amiben bitfejek helyezhetők el. Innentől kezdve ez a csavarhúzó gyakorlatilag mindenre alkalmas, mivel bitfejkészlet is található a kis táskában, és ezzel nincs az a csavar, amit el ne tudnánk érni. De ha ez nem lenne elég, akkor van nekünk hozzá az elektromos, amire igen, annyira vártam. Hát ő a kedvencem, igen, tehát hogy már így kívülről. Egyébként nagyon ízléses kis rózsaszín kötött ilyen kis, vagy nem kötött, hanem hímzett kis táskácskában van. Táskácskában van, nagyon szépen néz ki. Igen, tehát ezzel gyakorlatilag az uzsonnás táska is egyúttal ki van pipálva. Így van, és a, ugye ellenben azzal, ami a férfi szerszámoknak ugye ez a nagy ilyen fekete ilyen doboz, ez így le van tudva. Tehát, hát hogy... egy ilyen kis nagyon nőies formára alakult át, és amint rögtön láthatjuk, van nekünk egy frappáns kis elektromos fúrónk, ami persze éppen olyan, mint amit a férfi kezekre méreteztek, de női kivitelben, és egy nagyon könnyű kis szerszámmal van dolgunk. Első látásra, amit tudunk róla mondani, szintén kétfokozatú behajtási funkcióval rendelkezik, oda-vissza, és még világítás is van rajta. Így van, és hogyha jól láttam, akkor még itt egy akuszintjelzőt is találunk, ugye, hogyha van az akuban töltöttség, akkor ő jelzi, hogy mennyi. Különböző színekkel, tehát ahogy nyomjuk, ugye, és ahogy egyre nagyobb a visszatartás, igen, látjuk azt, hogy mennyi, milyen teljesítménye van az akunak. Egyébként ez így ránézésre teljesen ugyanolyan, mint hogyha egy férfi szerszámot fognánk, azokból talán a legkisebb, ugye? Tehát a legkisebb ilyen igen, behajtó. Könnyű, és ezt azt hiszem a csomagján láttam, hogy 90 deka maga az 90 egész deka, így van. És ami még fontos, található a készletben egy készletecske, kezdő készlet, ugye, ahol minden mindjárt, ha ki tudom nyitni, mert ez aztán zár. Ahol minden megvan, fúrók és bitfejek. Így van, van egy bitfejbefogónk, amivel egy ilyen kis mágneses bitfejbefogónk, amivel teljessé válik a behajtónk, illetve a töltő foglal még benne helyet. És akkor az van még hátra, hogy megnézzük, mi az, ami plusz ebben a csomagban. Mert ugye ez az, ami, igen, ez az, amit kapunk az áráért, és mi az, ami még pluszban. Ugye hát arról nem beszéltünk, hogy gyakorlatilag ez egy csomagot alkot, ez a csomag, ez megvásárolható, és miután sikerült egy olyan szerszámforgalmazót találni, aki hajlandó volt ezt a készletet olcsóbban adni, és még ajándékokat is helyezett el a csomagba, így található még benne pluszban egy mérőszalag, ami szintén női kivitel, aranyos kis rózsaszínke. Hozzá egy metszól, hogy a tavaszi kerti munkák is ki legyenek pipálva. Így van, és egy gyönyörű kis ragasztó pisztoly, ami szintén rózsaszín, ugye 70, mert mi is lenne más. Mi más lenne, igen. Úgyhogy
ez az, ami még benne foglaltatik a csomagba, illetve van még egy dolog, egy meglepetés, ami a mi részünkről került bele, egy rózsaszín póló, ami egy Green Cottage DIY-os póló lesz, még a csomagban saját logónkkal ellátva, így van. És az lesz még a csomagban pluszban, ezt megmutatni még nem tudjuk, de a csomagban már benne lesz. Tehát már csak kettő dolgunk van hátra, az egyik az, hogy elmondjuk, hogy a leírásban megtaláljátok a linket, ahol ezt az egészet meg tudjátok rendelni, egyébként van belőle egy kisebb csomag is, tehát mindenki kedve szerint válogathat, nyilván ugyanezekből a szerszámokból összeválogatva, csak egy kisebb válogatás. Illetve a másik dolog, mivel nőnap van, úgy gondoltuk, hogy valamivel nekünk is kedveskedni kell a női nézőinknek, vagy azoknak a férfi nézőinknek, akik szeretnének női nézőinknek kedveskedni. Ez már így egy kicsit bonyolult, de szerintem érthető. Szóval a lényeg az, hogy úgy döntöttünk, hogy kisorsoljuk ezt a csomagot, amit előttünk van, persze a pólóval kiegészülve, ugye? Igen. És abban a pillanatban, ahogy a nézőszám eléri a 15 ezeres nézőszámot, videó alatti kommentelők között kisorsolásra kerül, a videó alatt egy kommentet kell elhelyezni, hogy szeretném ezt a csomagot. Nyilván ez alapján már be lehet azonosítani a kommentelőt, és ez alapján lehet fölvesszük a kapcsolatot, és házhoz küldjük neki ezt a ajándékcsomagot, úgyhogy érdemes kommentelni. Ez a 15 ezres nézőszám nem elérhetetlen, hiszen azért a feliratkozóink mindegyike, ha megnézi, ezen jóval fölül lesz a nézőszám. Így van, de nyugodtan osszátok meg a barátaitokkal, ismerőseitekkel, hogy ők is lássák, hogy minél hamarabb tudjunk sorsolni, és tényleg csak annyi dolgotok van, hogy leírjátok a kommentbe, hogy én szeretném, vagy nekem kell, és akkor, ha elérte a 15 ezeret, sorsolunk. Így igaz, úgyhogy uraim, ne tolakodjunk a virágboltok előtt, nincs értelme. Megvan, mit kell. Van itt attól sokkal jobb ajándék. Így van, úgyhogy ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni, hamarosan jövünk még más csomagokkal, férfiaknak. Ugye? Igen, előkerülnek még férfi csomagok, ez nem titok, de gyakorlatilag most ezzel a nőivel szerintem egy darabig. Ezzel indulunk, így van. Úgyhogy jövünk hamarosan, hasonlókkal, és akkor ennyi volt mára. Sziasztok! Sziasztok!